Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi személyes jóslást, a díjam 4000 forint. Én bepillantok mindig a horoszkópa is. Egy olyan lassú bolygó most nincs az oroszlán jegyében, az kiváltana nagyobb változásokat. Viszont az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint a sors bolygója, Szaturnusz bolygó szemben a vízöntő jegyében van, és kivált sorsdöntő változásokat. Természetesen a vízöntő jegyére hat ki, de mivel az oroszlán jegye szemben van, így megvan ez a fényszög, és tükröződik valami az oroszlán jegyében születetteknél, és itt lesznek sorsdöntő találkozások, változások vagy döntések. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Én összekevertem a Lenormand kártyákat a Kiper kártyákkal, így a kép kicsit más, mint ahogy szoktam ezt kivetni. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Itt van még egy hölgy, egy jó indulatú hölgy, ez jelentheti a te tartásodat, hogy mások így látnak téged, hogy mennyire jó indulatú vagy. A férfi az lehet a lelki társad, vagy utal a férfiakra. Ő itt is megjelenik, és itt is megjelenik, de más környezetben. Itt a munkáról, a hivatásról van szó, itt pedig a párkapcsolatról, a szabad időről. Más a tartása, más a hozzáállása. Ő az első sorban van, itt is és itt is. Az azt jelenti, hogy fölötte nincsenek kártyák, az jelenteni az ő gondolatait, de zárkózott. Nem beszél a terveiről. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy, és itt a fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Megjelenik ez a férfi, vannak elvárásaid, hogy ő majd ír, lesz kapcsolat, és keresi veled a közelséget, lesz találkozás. Ez a kártya jelentett házasságot is, vagy tervezitek ezt a házasságot, az is lehet, hogy ez a férfi nős, és az ő helyzete, az ő házassága foglalkoztat téged a gondolataidban. Ha megnézzük ezt a férfit, ezekkel a kártyákkal van egy sorban. Itt az otthonáról, a családról van szó, a gyűrű jelentheti a kapcsolatokat, vagy szerződéseket, de itt látható a könny, a szomorúság, vagy egy rossz hír, valami nem tetszik neki ebben a környezetben. Ő ezzel a kártyával is egy vonalban van, ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy olyan helyzet, amit ő úgy gondol, hogy minden olyan igazságtalannak tűnik. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt látható a munka, a hivatás, itt vannak igazságtalanságok, szomorúság, de a tolvaj eltávolítja vagy ezt a helyzetet, vagy a munkahelyét, és akkor itt lesz a szerencse, lesznek külföldi kereskedelmi kapcsolatok vagy szerződések. Most megnézzük ezt a férfit, itt más a tartása, egy vonalban van veled, megvan a kapcsolat, itt a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, vagy ő meg akar ajándékozni téged
Itt van nyeremény, hiszen büszke rád, itt megvannak az értékek, a belső értékek is, hogy ő értékel téged. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt vagy lezárul valami, és a gyermek jelent egy új kezdetet, ez szerencsét hoz. Vagy lehet itt egy örökösödési ügy, lesz egy jó kimenetel, akkor is, ha a háttérben még ott van a hamisság. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt van a munkája és a remény, hogy lesz egy munkahelyi változás, és ez a levél lehet egy előnyös szerződés is. Ha te egy hölgy vagy, vele vagy kapcsolatban, itt van a szépséged, a nyeremény, az értékek, ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, ő gondol rád, itt megvan a kapcsolat, vagy lehet egy házasság is. Ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, itt vannak külföldi kapcsolatok, barátságok, és lesz egy jó hír. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Ennél a férfinél vagy egy örökösödési ügy van, ahol valaki el akar lopni tőle valamit, vagy ez a tolvaj lezárul, mert a koporsó lezárja ezt a helyzetet, és a kígyó az jelenti a megújulásokat, de lehet egy nő is, aki el akar lopni tőle valamit, de lesz egy szerencsés fordulat, és itt látható a te jó indulatod, egy jó hír, tehát ő megoldja ezeket a témákat. Második hét, január hónapban itt látható. Itt a bíróság, az lehet egy bírósági ügy, itt vannak még könnyek, de a munkahelyen is vannak igazságtalanságok. A koporsó vagy egy örökösödési ügy, vagy lezárja ezeket a témákat. Itt a tolvaj jelentheti azt, hogy valaki ellopott tőle valamit. Ez lehet az ideje, vagy az energiája is, vagy a tolvaj segít és eltávolítja a könnyeket, ezt az igazságtalanságot, de el tudja a munkát is távolítani, akkor lesz egy munkahelyi változás, és a gyermek utalhat egy új kezdetre. És itt látható a munkakártyája újra, és megvannak a sikerek, az elismerések, tehát lesznek változások, javul a helyzet. Harmadik hét, január hónapban, itt látható, ez a kártya jelenti az otthonát, a kapcsolatokat, a szerencsét, nyereményeket, barátságokat, egy kellemes meglepetést, itt megjelenik az ő gondolata, gondol a munkára és rád, és itt reménykedik, hogy minden jóra fordul. Utolsó hét, január hónapban itt látható a ház. Lehet a család, az otthon, vagy egy ingatlan. Itt van a hamisság, vagy egy örökösödési ügy, és akkor neki óvatosnak kell lennie, vagy a hamisság lezárul, mert ez a kártya le tud zárni bizonyos eseményeket vagy kapcsolatokat. Itt a remény, külföldi kapcsolatok, utazások, távoli tervek, nyeremény, és a nap hozza a sikereket. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!